Kedves nézőink, a Weekend második részét a Szabolcs Néptánc Együttes nyitotta, fognak még táncolni a mai műsorban, hiszen a tánc is segített megőrizni az alakunkat és megelőzni az elhízást, de hogy még mit tehetünk ezekért, arról most Bodnár Ákossal és Bodnár Nagy Ramónával beszélgetünk. Sziasztok, jó estét! Sziasztok! Hálás téma, ugye, amiről talán szerintem holnap estig is tudnánk beszélgetni. Tudom rólatok, hogy egyrészt friss házasok vagytok, szerintem ez jót tesz az alaknak mindenképpen, hiszen valószínűleg ezek a boldogság hormonok hozzájárulnak ahhoz, hogy valaki ne egyen nagyon sokat, és csinos maradjon, és ráadásul volt egy alapproblémátok, ugye, ami gyakorlatilag elindított a helyes életmód irányába, vagy már korábban is megvolt mondjuk a sport szeretete? Igen, tehát az első gondolat, hogy jót tesz a testnek és jót tesz a léleknek is a házasság, pláne hogyha jó házasság van. De a második kérdésedre válaszolva, én cukorbeteg vagyok, egyes típusú cukorbeteg, az azt jelenti, hogy inzulint kell szúrnom, a feleségem ő pedig gluténérzékeny. Korábban is sportoltam már, de nem volt igazából tudatosság se a sport mögött, se a táplálkozás mögött, és ez a fajta betegség, ami nálam kialakult, ez egy picit tudatos szintre vitte a táplálkozásomat. Ezzel nagyon sokan így vannak, amikor ugye a Demoklész kardja meglódul, és rájönnek arra, hogy az életünk az véges, és nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük le, akkor azért az emberek egy kicsit összeszedik magukat, és elkezdenek életmódot változtatni, de azért a legtöbb embernél ez ideig, óráig tart, vagy belefáradnak, vagy ha az eredményeik elkezdenek egy kicsit jobbak lenni, akkor jönnek a rossz beidegződések. Hogy volt ez a ti esetetekben? Mennyire volt kőkemény elhatározás, hogy mondjuk teljesen megreformáljátok az étkezést, és ugye ma már erre gyakorlatilag az üzleti világotokat is építettétek? Így van, hát igazából ugye nekem is, amikor kiderült ez a betegségem, akkor ugye nagyon elkezdtem utána járni a dolgoknak, hogy mi az az étrend, mi lenne a legmegfelelőbb az én testemnek táplálkozás, hiszen ugye mindig azt szoktam mondani, hogy egy diéta nem minden embernek felel meg. Nyilván ugye ezt úgy tudjuk megnézni, megvizsgálni, hogy elkezdünk követni mondjuk egy diétát, és ugye visszajelzést ad a tested. Tehát nem csak abba fog, hogy most hirtelen mennyit fogytál, hanem milyen lesz az energiaszinted, mennyire vagy fáradékony, és én ezeket szépen leírtam magamnak, és akkor azokat, amitől azt láttam, hogy energikusabb lettem, egész napra kitoltam azt az energiaszintet azzal az étellel, akkor azokat szépen beépítettem, és nekem igazából ez vált be, és én azt gondolom, hogy rengeteg olyan egészséges alapanyagot lehet már beszerezni, ami által nem nehéz a diéta, csak nyilván mindig az a kezdő löket a nehéz, hogy az ember kezdje el, de ha már elkezdte, akkor én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ha valami finomba, jóba belekóstolsz, azt nem tudod abba hagyni. Ugye tökéletes páros vagytok, mert te csodálatosan főzöl, Ákos pedig egyrészt ugye szerintem szereted a főztjét, másrészt pedig lelkileg is támogatjátok egymást akkor, hogyha mondjuk jön egy holtpont, vagy az ember úgy érzi, hogy elfárad, vagy elcsábul, mert hát jönnek az édességek, ugye fagyi mindenféle nyáron. Ákos, ugye gyakorlatilag te egy ilyen mentális és fizikai felkészítő tréner vagy, ami azt jelenti, hogy ott állsz kőkeményen, de nem csak szakmai tanácsokkal, hanem elsősorban, mint egy jó pszichológus. Egyfajta vezető fonál vagy a pácienseitek életében. Ez mekkora felelősség? Gyakorlatilag lehet, hogy jobban ismered egy idő után őket, mint mondjuk a saját családjuk. Ez pontosan így van. Ez nagy felelősség. Elsőnek szeretni kell az embereket, és szeretni kell velük dolgozni. Ez nem olyan nehéz, mint gondolja az ember, pusztán csak érdeklődést kell tanúsítani az emberek iránt, és hogyha kérdéseket teszünk fel nekik, és őszintén érdeklődünk feléjük, akkor el szokták mondani azokat a dolgokat, ami esetleg problémát jelent az életükben, vagy nem könnyen birkóznak meg velük. És az már viszont felelősség, hogy rendelkezek olyan tudással, aminek a segítségével nézőpontokat tudok adni nekik, amit ki tudnak próbálni, és tudnak változtatni az életükön. Soha nem mondom meg nekik, hogy mit kell tenniük, mert ez az én igazságom. Segítek nekik abban, hogy lássanak bizonyos dolgokat, amit kipróbálhatnak. És az az igaz, ami neked igaz, ha kipróbálják és működik, akkor pedig használni fogják. Ugye van felelősség, bocsáss meg. Bocsáss meg, a fogyás világnapja kapcsán is hívtunk el titeket. Gyakorlatilag a nők nagy része hétfőtől mindig fogyókúrázik, a férfiak esetleg január 1-én gondolják, hogy egy picit megváltoznak. Tehát nagyon-nagyon sokan fogyókúráznak, ehhez képest azért úgy gondolom, hogy nagyon sokan pedig évről évre egyre többet nyomnak, legalábbis amit ugye a mérleg mutat. Említetted, hogy beépíted a diétádba a tapasztalatokat. Elég türelmesek az emberek ahhoz, hogy és egyáltalán mennyi idő kell ahhoz, hogy valóban személyre szabottan kialakuljon mondjuk egy profi diéta?
Hát az az igazság, hogy az emberekben sokszor van egy hamis kép, egy hamis cél azzal kapcsolatban, hogy mi is az ideális test. Ugye vannak a különböző közösségi oldalak, ahol szuper csinos és bordás hasú emberek vannak, amit hozzá kell tennem egészségtelen. Tehát az emberi szervezetnek kell némi zsírt tartalmazni, férfiaknak kb. 15%, nőknél 20%, ez egy nagyon csinos és esztétikus test. Amit látunk, a lecsupaszított, levíztelenített, lezsírtalanított test, az ettől sokkal alacsonyabb, az egy egészségtelen test. Tehát azt szoktuk megnézni, hogy mi egy ideális cél, és azt hogyan tudják megcsinálni lépésről lépésre, és hogyan tudják megtartani, és ugye ez a mentális rész. Beszélgetek velük, igazán célra rakjuk őket, és adunk egy, kikövezünk egy utat, amit végig tudnak járni, és ezt tudják hosszú távon is folytatni. Úgy gondolom, hogy sikertörténet az is, hogy ti fantasztikusan néztek ki, jól érzitek magatokat, boldogok vagytok, de ilyenkor a néző arra éhes elsősorban, hogy mi volt a legnagyobb eredményetek, vagy ti mit könyveltek el sikernek, mármint valaki másnak az életében. Igazából én azt gondolom, hogy az egészség, az ugye test és a lélek, az mind a kettő így kéz a kézben, mert hiába egészséges a testet, hogyha a lelked belülről nincs rendben, és nekünk az a legnagyobb sikerélményünk, hogy nyilván ugye a boltunk által is rengeteg embert, Ákosnak az emberei által is rengeteg embernek segítettünk már, és amikor látjuk ezt a kettőt így, én szerintem az a legnagyobb dolog, tehát hogy nem csak az, hogy most valaki lefogyott és azt tudja tartani, hanem hogy boldog és jól érzi magát a bőrében. Egyébként miért van az, hogy valóban a média ezeket a lecsupaszított, lezsírtalanított testképeket sugallja? Lehet, hogy van benne valamiféle manipuláció, hogy vagy még rosszabbul érezzük magunkat, vagy esetleg ez egy ilyen túlságosan nagy trauma, aminek a hatására többen kezdenek el tényleg komolyan odafigyelni? Hogy látod? Hát az, hogy a média mit sugall, meg bizonyos médiai felületek mit sugallnak, és milyen háttérérdekek vannak mögöttük, az egy teljesen szubjektív nézőpont. Van mögötte, ami ezt sugallja, de ez nem az egészség irányába viszi. Ez egy hosszabb téma lenne, de tényleg úgy lehet lemérni az embernek az egészségét, hogy hogyan érzi magát, mennyire energikus a teste, mennyire boldog. És ezek a testek, ezek biztos, hogy nem. Én látom azt, tehát egy fotó erejéig, ezt úgy képzeled, egy fotó erejéig mindenki tud mosolyogni. Uh-huh. Ugye felmész a közösségi oldalakra, mindenki boldog, mindenki nagyon jól érzi magát, mindenki csúcsegészséges. A legjobb arcunkat próbáljuk mutatni. Ez természetesen így is van, nincs is ezzel semmi gond, csak én belelátok ezeknek a mélyébe mögé, hogy valójában nagyon üresek és nagyon kiégettek tudnak lenni ezek a sportolók, vagy ezek az emberek, és nem boldogok. Hát köszönöm szépen, javaslom, hogy mindenki a többi kérdéssel majd személyesen bombázzon titeket. Azt tudom, hogy te közel állsz a tánchoz. Ákos, te? Hát én nem állok közel a tánchoz, tudok táncolni, legalábbis én úgy gondolom, de a feleségem is megnyugtatott róla, hogy van némi ritmus érzékem, de nem olyan profi, mint ő. Akkor most együtt nézzük a következő percekben a Szabolcs Néptánc Együttest, és én azt hiszem, hogy ők bizonyára boldogok. Remélem, hogy ez a nézőknek is egyértelmű lesz a következő produkcióból. Hops.
Kedves nézőink, ma már volt szó az egészségünkről, amihez hozzátartozik a vitamin kultúra is, ez pedig Lenkei Gábor nevéhez fűződik. Az orvos és egyben író a Teljes egészséghez vezető út címmel tartott előadást Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. Most mondja azt a szomszédjának, hogy hello! Köszönöm! Most mondja azt a másik szomszédjának, egy másik szomszédjának, hello! Köszönöm szépen! Most mondja azt egy harmadik embernek, akinek eddig még nem mondta, hogy hello! Köszönöm szépen! És végezetül mondja azt hangosan nekem, hogy hello Gábor! Hello! Na, akkor kezdjük! A teljes egészséghez vezető út. Miről szólt az a mai előadás, mit hozott ide a nyíregyháziaknak? Egy üzenetet, az üzenetem mindig ugyanaz, az embernek lehetősége van arra, hogy minden korábban hitnél sokkal magasabb minőségű életet éljen. Ezt nevezhetjük egészségnek is, én jobban szeretem az életminőséget, és hoztam eszközöket. Olyan eszközöket, amelyek bevált eszközök, megbízható eszközök. Biztonságosak és garantáltan életminőségjavulást eredményeznek. És én mindenhol, ahova megyek, azt látom, hogy az embereknek erre nagyon komoly igényük van, mert szerencsére sokan vannak, akik nem fogadják el azt, ahogyan élnek, és biztosak abban, hogy élhetnének sokkal jobban is. Hogyha néhányat emelnénk ki ezekből az eszközökből, illetve a technikákból is, mert azokból is van egy néhány, akkor melyek lennének a legfontosabbak? Hagyj vegyek az eszközök elé valami fontosat. Az embernek ahhoz, hogy az eszközöket értse és jól tudja használni, szüksége van alapvető ismeretekre. Tehát egy autó is egy eszköz, és egy autót kell tudni vezetni. Úgyhogy az előadás arról szólt, hogy mik azok a legfontosabb alapvető ismeretek, amelyek birtokában egy ember jól tudja kormányozni az egészségét. Mondok egyetlen egy példát. Az emberek nincsenek tisztában azokkal az orvosi tudományos kutatásokkal, amelyek megmérték, hogy mennyi egy embernek teljesen nyugalmi állapotban, optimális hőmérsékleten, mindenféle fizikai munka és beszéd nélkül az abszolút minimális folyadék szükséglete. Ha ezt egy ember ismeri, akkor rögtön össze tudja vele vetni, hogy ő elegendő folyadékot fogyaszt-e. Mondom konkrétan, megmérték egy 70 kg-os embernek az abszolút minimális folyadék szükséglete, aminél kevesebbnél már károsodik a szervezet, 2000 ml naponta. Ez nagyjából egy 10 kg-os testsúlyra átszámolva közel 3 deciliter folyadék, és az emberek ilyenkor szoktak a homlokukhoz kapni, hogy Atya Úristen, ennél is sokkal kevesebb folyadékot fogyasztok. Ez egy eszköz az eszközök közül. És azért mondtam ezt az eszközt, mert olykor az emberek úgy vélik, hogy az egészséggel törődni és az egészséget megtartani, vagy magasabb szintre emelni, költséges és csak bizonyos kiváltságos kör számára elérhető, hát kérem szépen vizet mindenki tud inni. És elmondom az előadáson azt is, hogy például azok között, akik nem fogyasztanak krónikusan, hosszú távon, nem fogyasztanak elegendő mennyiségű folyadékot, nagyon nagy az esély, hogy magas vérnyomás alakul ki. Tehát a szomjazás magas vérnyomást eredményez. És elmegy orvoshoz, kap egy vérnyomás csökkentőt, ami nem fogja kezelni a vérnyomását, mert ő szomjas. És a vérnyomás csökkentő nem tud neki használni, csak ártani, hiszen nincs rá szüksége. Tehát ehhez hasonló praktikus tanácsok sokaságával látom el az embereket. Hogyha azt veszük, hogy most hogyan változik a világ, és gondolhatunk itt a globális felmelegedéstől kezdve az ételeink beltartalmán át egészen sok mindenig, változik-e
azoknak az eszközöknek a sokasága, amivel mi az egészségünket megvédhetjük, megóvhatjuk hosszú távon? Én azt gondolom, hogy alapvetően vannak olyan természeti törvények, amelyek mindig is érvényesek voltak. Ezek a kezdetektől fennállnak, például a folyadékfogyasztás és egyéb dolgok. El szoktam mondani egy érdekes gondolatot, hasonlót. Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy hogy lehet, de a több száz, több ezer évre visszamenő ásatásokból származó minták elemzése azt mutatja, emberi maradványok elemzése, hogy az emberiség mindig is vitaminhiányos volt. És ez egy nagyon érdekes gondolat, de ezek elemi dolgok. Folyadékfogyasztás, vitaminok, ásványanyagok, táplálkozás, erről is adok alapvető adatokat. Említettük már a vizet, és most ugye említette a vitaminokat is. Melyek azok, amiket mindenképpen mindenkinek alapvetően szem előtt kell tartani, és itt most nem arra gondolok, hogy különböző gyógyhatású készítményeket, hanem csak magát a vitamint. Mi az, amit abszolút elhanyagolunk, pedig szükségünk lenne rá? Nagyon egyszerű a képlet. Az embernek ahhoz, hogy igazán egészséges legyen, körülbelül 15 féle vitamin megfelelő arányú keverékére van szükség, és legalább 8-10 féle ásványi anyaggal vegyítve ezt az egészet. Ez egy olyan recept, ami mindenkinek segít megóvni az egészségét. A vitamintartalmat és a vitamin bevitelt azt hogyan kell jól megállapítani? Hát a számítások szerint az élelmiszereinkből származó mennyiséget nagyjából figyelmen kívül lehet hagyni, mert például ahhoz, hogy 1000 mg C-vitamin, tehát 1 g C-vitaminhoz jusson valaki, minden áldott nap meg kellene ennie 4 kg földi epret. És hát 4 kg földi epret nem szoktunk megenni. Nagyon kicsi az élelmiszerek vitamin tartalma, ez nem jelenti azt, hogy nem kell zöldség és gyümölcsféléket fogyasztani. Ez nem jelenti azt, hogy a vitamin készítmények, még ha olyan nagyon jók is, hogy minden vitamin, minden ásványi anyag bennük van, pótolnák a megfelelő étrendet. Ezek hozzáteszik azt, ami azokból hiányzik, és ezen az előadáson én nem tudhatok egy ilyen előadáson mindent elmondani a táplálkozásról, de csinálunk egy gyors áttekintést az emberi test felépítéséről, és például felhívom a figyelmet arra, hogy súlyos tévhit, hogy a sófogyasztás ártalmas az egészségre, egyébként az orvosi tankönyv adatai szerint is tévhit. Felhívom a figyelmet arra, hogy milyen nagy mennyiségű ásványi anyagra lenne szükség, és a természettudományos tények alapján röviden ugyan, de demonstrálom azt, hogy a zsírfogyasztás visszaszorítása érdekében gerjesztett, nem egyszer hamis propaganda, valójában nem szolgálja az emberek egészségét. Akkor még egy utolsó gondolatként beszéljünk arról, hogy szedhetünk ugye vitaminokat, ásványi anyagokat, de tönkre lehet tenni ezeknek a hatását a nem megfelelő életvitellel. Mi az, amire mindenképpen oda kell figyelnie? Gondolok itt akár az alkoholra, a dohányzásra. Ezeket érdemes a szem előtt tartani akkor, amikor valaki megválasztja, hogy milyen vitaminokat szedjen. Én alapvetően ezekkel a témákkal nem foglalkozom az előadásomon. Dohányzás és alkoholfogyasztás messzire vezetne. Más dolgokkal foglalkozok, de például kiemelem, ami egy nagyon értékes dolog, az ember életének az egyharmadát az ágyban tölti, hogy a megfelelő fekhely és a testi egészség hogyan függ össze, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és elmagyarázom azt, hogy hogyan tudnak az emberek reggelente, nagyon egyszerű módon, már néhány percben úgy mozogni, hogy az az egész napjuk jól létét szolgálja. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műsorunkba, de a jövő héten újra itt leszünk, akkor például a nyíregyházi Józsaváros történelméről tudhatnak majd meg mindent, de vendégünk lesz Kosik Anita és Gulácsi Tamás is, akik végre a színpadon is egy párt alkotnak. Tartsanak velünk akkor is kellemes pihenést, jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, köszönjük a heti figyelmüket, viszontlátásra!